Döbrökközközség vezetése évek óta próbálkozik megoldani a szennyvízelvezetés problémáját, mindeddig sikertelenül. Az Európai Unió pályázatának köszönhetően most saját forrás felhasználása és a lakossági hozzájárulás nélkül van lehetőség 903 háztartásnak a rákötésre. 2016-ban sikerült a Magyar Fejlesztési Programiroda közreműködésével egy pályázatot elnyernünk, melynek keretében így most megvalósul a szennyvízberuházás Döbrökközközségben. Ezzel megszűnik a folyamatos talajuk terhelés, talajoknak a szennyeződése, és így egészségesebbé válik a környezetünk. A projekt megnyitón részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki többek között arról is beszélt, eljött az idő, hogy a kis településeken is megoldódjanak a környezet védelmét szolgáló beruházások a közeljövőben. Jó látni azt, hogy épülnek, illetve indulnak újabb környezetvédelmi beruházások. Ilyen például Döbrökközön ez a szennyvíz csatorna hálózat, amit már az elmúlt évtizedekben meg kellett volna valósítani, de örüljünk annak, hogy most meg tud indulni. Ennek az összege, a teljes beruházás összege megközelíti az 1 750 millió forintot, ebből 85%-ot biztosít az Európai Unió egy pályázaton keresztül, és 15%-ot pedig a magyar kormány tesz ehhez hozzá. A Tolnamegyei Önkormányzat új projektje is azt célozza, hogy a kis településen élők ne szenvedjenek hátrányt, mondta Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke. Az a célunk, hogy mindent az ott élő emberek érdekébe teljesítsünk és csináljunk. A döbrökközi szennyvízberuházás várhatóan a jövő év második felére fejeződik be.